Sziasztok! Hello mindenkinek! Na, remélem, hogy jól tartom a kamerát. Most így a hátsó panelről megy megint a felvétel, mert a szebb. Csak ilyenkor én ugye nem látom magamat. Próbálom egy kicsit távolabb tartani. És remélem, hogy nem vakultok meg a naptól. Na, sziasztok! Így a vlog pusztaságból jelentkezem. Tényleg, tök jó vlog puszta. Ez akár egy valós helynek a neve is lehetne. Na mindegy, gondoltam, hogy csinálok már ide is egy videót, mert már megint sok idő telt el az előző óta, de őszinte leszek veletek, nagyon másképp most nem tudom ezt megoldani, csak így, hogy így megint az munkahelyen az ebédszünetemet beáldozva. Jó, mondjuk nem fogok elfogyni, ahogy elnézem, szóval van bőven tartalék, de otthon ez most nagyon nem kivitelezhető, hogy kamera előtt így nagyon dumáljak. Hogyha mégis van rá lehetőség, az azon ritka alkalmak egyike, amikor az asszony átmegy az anyósomékhoz vagy a nagymamákhoz a kisbabával, és még nem jöttek haza, és akkor gyorsan ezt kihasználván akkor csinálok valamit, vagy pedig nincs erre se időm, mert hogy házi munka van, vagy valami egyéb dolgot kell csinálni. Na, leveszem ezt a napszemüveget, mert itt az árnyékban annyira nem süt az idő. Na, meg így mégiscsak jobb, nem? Szemetekbe nézek. Úgyhogy elég necces így az időbeosztásom mostanság, és igazándiból hát azt kell mondanom, hogy mit is akartam? Ja, hogy tehát most így a baba mellett nagyon olyanok lettek a tevékenységek, hogy szinte semmit se lehet végigcsinálni elejétől a végéig, hanem fel kell készülni arra, hogy mindent megszakításokkal lehet csak csinálni. Ez igaz a videó, jó, mondjuk a videózást azt sikerül mindig úgy kiviteleznem, hogy egy blogban le tudom csinálni, vagy ha meg kell szakítanom, akkor az kuka, mert nem vágom össze, sőt, még a vágásokra se lenne úgy időm. De tényleg, tehát minden csak így megszakításokkal, mert bármikor felsírhat a pici, vagy segíteni kell a mamájának valamit, tehát minden, de tényleg nem csak az alvás, az alvás ez a legjobb, de az evés, a tisztálkodás, meg bármilyen otthoni tevékenység, tehát mindenben benne van az, hogy bármikor félbe kell hagyni, és ezért van az, hogy nagyon sokszor most így, még hogyha csinálnék is valami videót, belefogok, aztán utána így hallom, hogy felsírt a pici, és akkor így, na akkor puff, kikapcs, és akkor folytatom majd később, vagy de akkor meg már így teljesen kizökkenek, és amikor visszajövök, akkor meg már egy, már lehet, hogy már azt is elfelejtettem, hogy mit akartam, hogy akartam, és akkor inkább már nem azt csinálom, hogy folytatom, és akkor összevágom, meg hát összevágni is eléggé bonyolult lenne. Na mindegy, a lényeg az, hogy arra kell felkészülnie mindenkinek, aki babát akar, hogy bizony, mindent így részletekbe lehet csak megoldani. De alapvetően most nem panaszkodni akarok, mert tényleg nem, nincs okunk panaszra, mert nagyon jó fej a kisgyerek, tehát relatíve ritkán sír, és az éjszakák is többnyire nyugodtan telnek. Jó, mondjuk ezzel lehet, hogy a párom nem érte le annyira egyet, mert azért ő szokott felkelni éjszakánként, hát éjszaka, tehát ilyen hajnali 3 és 5 között néha fel kell kelni, de azért sokszor előfordul már, hogy végig alusszuk az egész éjszakát. De néha még azért fel kell kelni, és meg kell cicisztetni a gyerkőcöt. Aztán utána alszik tovább olyan 8-7-8-9-ig esetleg akár. Ha már itt vagyunk, akkor arra gondoltam, hogy elmesélem, hogy hogyan telik egy átlagos nap így babával. Meg akkor már először inkább azt mesélem el, hogy baba nélkül korábban hogy teltek a normál hétköznapjaim. Na, hát hol is kezdjem? Tehát 2013-ban, illetve 2014-ben voltak hónapok, amikor ugye nem dolgoztam. És hát ilyenkor egy átlagos napom abból telt, hogy fölkeltem olyan 9 és 11 között, jó lazán, és utána, hoppá, valamit mászik, remélem nem.
utána leheveredtem a gép elé, és elkezdtem a videókkal foglalatoskodni, és akkor ebben benne van az, hogy olvasok híreket, utána nézek egy-két dolognak, akkor készítek anyagot, és utána azokat szépen felrakom a netre valamilyen formában. Szóval eléggé jól kitöltötte ez a mindennapjaimat, és akkor fogalmazódott meg bennem őszintén az, hogy nekem ez alapvetően ez a legjobb, ez a legtesthez álló, amikor a saját magam ura lehetek, és igazándiból a saját vállalkozásomat vihetném előbbre, és akkor én osztom be az időmet, azt, hogy mikor, mivel és mennyit foglalkozom, és lehet, hogy akár este 11-kor jön rám a kreativitás, és fenn vagyok hajnali 4-5-ig vele, de az is lehet, hogy csak délbe kezdek neki valaminek, és akkor 4-5 tájt végzek vele. Tehát így abszolút én osztom be az időmet, és akkor, amikor nekem jól esik, meg hát ugye, amikor a körülmények ezt megengedik, mondjuk családot nem zavarja, meg ilyenek, de tehát, hogyha alapvetően ezzel foglalkoznék hivatásszerűen, akkor természetesen megtalálnám rá a módot és a keretet, hogy ezt úgy tudjam csinálni, hogy zavartalanul, tehát ne zavarjak vele másokat, és mások se engem, de meg lennének a keretek. Na mindegy, tehát volt egy ilyen időszak, pár hónap, és igazándiból ezt én nagyon élveztem. Aztán, amikor elkezdtem dolgozni, akkor ugye napi 8 óra plusz 1-1,5 óra utazás. Ez annyiban módosult, hogy hát reggel felkelni, olyan 6:30-7 között, akkor összekészülődni, és hát miután az asszony ugye kiderült, hogy babát vár, akkor én kezdtem el vinni a kutyusokat, csak és kizárólag én, nehogy véletlenül megrántsák, vagy elessenek, vagy bármi, tehát bármennyire is jó kutyák, azért mégiscsak jön az utolsó túloldán egy másik kutya, akkor húz egyet rajta, tehát hogy ne legyen ebből semmi galiba. Úgyhogy én vállaltam azóta a kutyázást a nap minden szakában. Hát értelemszerűen munka mellett reggel tudok, meg amikor hazajöttem, meg még egyszer késő este. Úgyhogy ez fér bele nekem. Napközben sajnos nem tudok hazarohanni, meg nem is rohannék haza, őszintén szólva, a kutyák miatt. És akkor 8 óra munka, ahogy a nótában is van. Akkor haza, és olyan 5:30-6 között szoktam hazaérni, hogyha nincsen semmi más teendő, mondjuk én bevásárlás hazafelé, vagy valamit még gyorsan elintézni, hogyha nyitva van. Egyébként ezt annyira nem értem, hogy sok hivatal ugye ugyanúgy jó, normál munkarendben, de akkor vannak nyitva, amikor a normális ember dolgozik, tehát hétköznap egy normál ember nem tud semmit se elintézni az égett a világon, vagy csak nagyon a zárásra odaérni, hogyha rohan. Úgyhogy ki kell venni egy szabad napot azért, hogy mondjuk tudjál normálisan ügyintézni. Mindegy, ezt így igazából nem is értettem sose, hogy miért így van, de hát így van. És akkor hazaérkeztem, és a baba előtt általában ilyenkor mindig lerongyoltam a gép elé, és akkor elkezdtem megint videózni. És akkor ebben benne van az, hogy játszom, anyagot, tapasztalatot gyűjtök, meg persze a honlapot is menedzselem, és a többi, és a többi, és akkor feltöltöm szépen. Bocsi, remélem nincsen túl nagy szélzaj, próbálom azért így lefogni, de azt vettem észre, hogy aránylag jól rögzít ez a tablet, úgyhogy nincs rá panasz. Úgyhogy videózás, és akkor utána vacsi, kutyasétáltatás megint még egy esti, valamikor így 9-10 óra tájt, és akkor ha feljöttünk, akkor még megint egy kis gépezés, illetve, hogyha van valami családi program, mit tudom én, elmegyünk közösen sétálni egyet az asszonnyal és a kutyákkal így délután, estefele, vagy elmegyünk valóban étterembe enni egyet, vagy esetleg a családi program, de bár azok inkább hétvégenként szoktak lenni, hogy átmegyünk a most már nagymamákhoz, nagypapákhoz, egyikhez vagy a másikhoz, vagy pedig nagy ritkán a barátokkal valahova. Tehát nagyjából így áll össze a történet, és hát általában én olyan éjfél és hajnali 2 között feküdtem le régebben, akkor fejeztem be a videót, vagy akkor döntöttem úgy, hogy jó, most már tényleg leragad a szemem, és akkor irány az ágy. És akkor megvolt a kutya, sétáltatás, kutyaetetés, és így nagyjából így állt a történet. A hétvégekben pedig nagyjából ugyanez annyi, hogy akkor tovább alszom, és utána megint videózás, illetve ha van családi program, kirándulások és ilyesmi. Na, úgyhogy ez volt a baba előtt. A baba után
annyiban módosul a történet, ugye, hogy ott van a kisbaba, akivel hát elsősorban az anyukája foglalkozik, mert ő van vele otthon, de hát reggel továbbra is én viszem a kutyát, picivel előbb kelek, hogyha még kell, akkor így be tudjak segíteni, meg általában úgy szokott kinézni a reggel, hogy fölébredek, és akkor én még figyelek a babára, sokszor oda veszük magunk mellé még az ágyba, és akkor én úgy hát fél álomban, de figyelek rá ott az ágyba, addig a mama elmegy szépen letusolni. Hát így megoldható, mert valakinek azért mindig ott kell lennie kész, ugrásra készen a gyerek mellett, hogyha bármi van. Van egyébként egy ilyen baby őr, ez a légzésfigyelő cucc, hogyha az ágyikóba, kis ágyba fekszik, akkor az be van kapcsolva. Aztán amikor kivesszük belőle, még mindig ott hagyjuk, és akkor elkezd sipolni, és akkor jaj, gyorsan vissza, mert hülyét kapunk tőle. De hogyha oda magunk mellé veszük, akkor meg értelmszerűen figyelni kell azért rá. Szóval reggel, még fél álomban azért már én avval kelek kb., hogy figyelek rá, amíg a mamája lefürdik. Aztán utána szépen kikászálódok, leviszem a kutyákat sétálni, és ezt követően pedig gyorsan felöltözök, és rohanok be dolgozni. Hát a reggeli, mint olyan, az esetek túlnyomó többségében kiszokott már maradni. Akkor beérek, munka, hát kollégám mondta még korábban, amikor ő volt így újszülött babával, hogy a munka az a pihenés, tehát pihenni jön be dolgozni így a baba mellett. Hát nem tudom, azért nekem így nem olyan megterhelő egyik se, tehát se a baba, se a munka. De mindesetre a 8 óra ugyanúgy eltelik, 8 és fél, 9 ugye az utazással együtt, és akkor haza. Hazafelé szokás szerint most azért már gyakrabban kell beugrani kisboltba, meg a védőnőhöz, a gyerekorvoshoz, receptér, meg kiváltani valami tápszert a gyógyszertárból, úgyhogy ezek most már gyakrabban bejátszanak, és akkor így ezek után hazaérek. Hazaérvén kutyusok le, aztán utána babázás következik. Van, hogy csak segítek büfisztetni, van, hogy csak ott van az ágyon, és akkor foglalkozok vele, addig a mama kicsit szusszanhat, hogyha mondjuk a nap folyamán így le volt foglalva, mert ő törpeségeinek ordítani volt kedve egész nap. Aztán megjövök, és akkor így tök jó mosolygós, már mosolyog, meg átfordul, tehát nagyon gyorsan fejlődik, és tök jó, hogy így látni, hogy né, már át tud fordulni, meg jaj, nézd már, mosolyog, jó, ez még nem olyan szociális mosoly, hanem csak így full random, néha így elmosolyodik, de azért így halad a dolog, és a védőnő is, meg a dokinő is mondta, amikor látta, hogy még nincs 2 hónapos, de már ilyen 4-5 hónapos gyerekkel megegyező mozgás, meg egyéb fejlettségi szinten van, szóval így nagyon büszke vagyok. Na, és utána, ha van egy kis szusszanás, akkor így géphez leülök. Hát ritka az, amikor hétköznaponként tudok ilyenkor felvételt csinálni, mert hát mondtam, bármikor félbe kell szakítani bármi miatt, és hát ugye az nekem nem megy, bocsika. És ezt követően, hát közben vannak etetések, tehát 3-4 óránként azért anyuci megeteti, ha meg itthon vagyok, akkor én is segítek, vagy én etetem meg, és büfisztetek, vagy felváltva ő etet, én büfisztetek, aztán megint etet, aztán megint büfisztetek, és hát általában olyan 9 és 11 között van fürdetés, mi nálunk, és akkor még egyszer levinni a kutyákat, bekészíteni a kajájukat, akkor a mama megeteti őket, én addig figyelek a babucira. Jobb esetben a babuci az bealudt, így a kajálások és a fürdetés után, és olyankor ágyikóba letesszük, és akkor nincs vele gond pár óráig, vagy akár már végig alussza az egész éjszakát, vagy ahogy mondtam, hajnali 3-4 körül még felébred, hogy ő még így reggelizne egyet, így korán, és akkor anyuci megeteti. Én meg alszom, tehát ilyen szempontból próbál toleráns lenni velem a párom, hogy azért mégiscsak én megyek dolgozni, szóval ha nem muszáj hajnalba, azért nem kelt föl. És hát videózni időm igazándiból, vagy így késő este van, és akkor ugyanúgy hajnali 1-2 között fekszek le, vagy pedig hétvégenként így tömbösítve. A hétvégek pedig nagyjából ugyanazok, egy kicsit tovább alszom, és ugyanúgy tömbösítve veszem föl a videókat, nagy részét hétvégén, és utána a hétközben, ha van érkezésem, akkor 1-2-t, pont azt az 1-2-t, ami még hiányozna, azt így meg tudom hozzá toldani, és nagyjából ennyi, és ugyanúgy családi programok, és annak örülök a legjobb, amikor nem kell sehova menni, semmit se intézni, hanem otthon tudunk pihenni mindannyian, és babázni, meg tényleg én személy szerint gépezni, a párom is gépezik,
sokszor, meg hát alszunk sokat. Ami vicces, hogy ismerőseim sokan mondták előtte, hát, hogy az első fél év, meg egy év az ilyen pokol lesz, meg össze-vissza lesztek, azt se tudjátok, hogy mikor tudtok aludni, enni, meg tisztálkodni, meg stb. És így igazándiból az a tapasztalatom, hogy nekünk már előtte is annyira elcseszett volt a napi rendünk, hogy ezen a baba már nem változtatott sokat. Picit változtatott, de sokat nem. Tehát korábban is volt az ugye a kutyusok miatt, hogy párom lefekszik este 9 körül, mert fáradt, meg hazajött a munkából, és akkor egyből lefekszik este 8-9 körül. Én meg ugye közben videózok, aztán utána le kell vinni a kutyákat, leviszem a kutyákat olyan 10-11 tájban még egyszer este, és a párom meg még továbbra is ott alszik, és kéri, hogy keltsem föl azért olyan 11 óra magasságába, hogy még meg tudja etetni mondjuk ő a kutyusokat. Én oda megyek, keltegetem, nem kell föl. Oda megyek 10 perc múlva, jöjjek vissza, 5 perc múlva keltsem fel. Oda megyek 5 perc múlva, elkülök a fenébe, hogy ő aludna, jó van, megjátszok tovább, meg videózok, és akkor ilyen 1 óra, 2 óra tájékával így oda megyek, hogy na jó, most már megyek lefeküdni, gyere léci te is, és akkor nagy nehezen fölkászálódik, és jön be mellém az ágyba. Tehát ilyen sokszor volt, na most ugyanez babával, tehát annyi a különbség, hogy most a baba azért ébren tart mind a kettőnket, de tehát lényegében ugyanannyit alszunk, csak kicsit más felosztásban, meg kicsit részletekben. Hogy mondják ezt, kicsit nem szekventált, vagy szekventált? Pedig ezt annyiszor mondtam, ezt a szót, csak most nem. Szegmentált, na, nem szegmentált. Tehát ugyanannyit alszunk, csak szegmentáltabban. És ennyi a lényeg. Tehát minden megy a maga módján. Igazándiból, ami még így előjött, hogy az egyik ismerősöm kérdezte, hogy hogy bírom. És jól, tehát aludni tudnék, azt azért hozzá kell tennem, de nagyon jól bírom, meglepően jól. Tehát, hogy fönn vagyok, alig alszom, intézem a dolgokat, munkába járok, babázom is, és még a YouTube csatornát is viszem. És igazándiból én szerintem, ha az embernek vannak céljai, és vannak olyan dolgok, amikért tesz, és ezzel lefoglalja magát, és tényleg az, hogy célok, az nagyon fontos, akkor ez annyi plusz energiát ad, és itt a baba, család, és az, hogy a YouTube-ot így viszem előre, tehát ezek annyi plusz energiát adnak, hogy az embernek igazániból nincsen ráeszmélni a ideje arra, hogy ő fárad, vagy mennyi mindent csinál, és mennyire elfárad. És ez tök jó valahol. És szerintem, amíg ez a lelkesedés, ez a lendület, ezek a célok megvannak, addig ez nagyon sok plusz energiát ad nekem legalábbis, és lassabban öregszem tőle, szerintem. Aztán, nem tudom, ha egyszer lehet, hogy már a gyerek az kirepül, vagy a gyerekek, vagy nincs mivel lefoglaljam, akkor lehet, hogy egy hónap alatt öregszem, vagy 30 évet. De igazándiból ennek most örülök, hogy mennek a dolgok, van rá energiám, vagy legalábbis próbálok, hogy legyen. Jó, igaz, néha tényleg tököm ki van, és bedőlök az ágyba, és sokszor van, hogy így leülnék mondjuk a gép elé, és akkor egy 5-10 percig így bámulom a monitort, és akkor utána jövök rá, hogy mindjárt belefejelek a monitorba, és akkor jó, akkor kikapcs, és megyek lefeküdni. Tehát van ilyen is sokszor, meg hogy a fenének kell még ezt is intézni, meg de nincs kedvem már, mit tudom én, bejönni dolgozni, ma otthon lennék egész nap, de ezt leszámítva pörgés van, és ez egy ilyen jó pörgés. Aztán mi lesz még később, azt nem tudom. A gyerek az egyre izgibb lesz, ugye, ahogy cseperedik, és elkezd mozogni, elkezd beszélni, aztán óvoda, iskola, stb. Stb. Meg hát persze, hogyha lesz esetleg kistesó, az még egy plusz nehézségi fokozat, de nagyjából így ternek a napok. Aztán ezért van az, hogy nem otthon csinálom ezt a videót, mert hát akkor hagyom őket, hogy mozogjanak, cicizzenek, meg ne kelljen beszorítanom őket egy szobába, amíg én itt dumálok. És ennyi. De remélhetőleg erre hamarosan lesz majd egy megoldás, de nem lövöm még le a poént, majd meglátjátok. Úgyhogy ennyi.
Na jól van, megyek vissza, mert lejár igazság szerint a szünetem, és nem akarom, hogy itt a kánikulába túlmelegedjen ez a ketyere, és még esetleg elromoljon, mert akkor végem van. Tehát annyira jó ez a kis tablet, ne tudjátok meg. Ráadásul így a munkába, tehát ezen keresztül hallgatom a vlogokat, podcasteket, vagy zenéket, és munka közben olyan jó ezeket így hallgatni. Tényleg átlendít így a munkaórákon. És így észre sem veszem, meghallgatok 3-4 hosszabb ilyen számot, vagy vlogot, vagy podcastet, és akkor azon kapom magam, hogy ja, már mehetek is haza, tök jó. És akkor így, ezek tök jó dolgok szerintem. Úgyhogy nagyon örülök ennek a kis tabletnek, aztán mondom, most lehet, hogy ebből a kis vlogpusztából jelentkezem innen a fa árnyékából. Legalábbis amíg ilyen jó idő van, hát szakadó esőben ezt nem garantálhatom. Mindenesetre ez most egy ilyen kis megoldás a részemről. Na jól van, megyek vissza, mert tényleg most már hiányolni fognak, meg még lesz nem sokára egy meeting, úgyhogy arra is be akarok élni. Köszönöm szépen, hogyha meghallgattátok. Aztán kitartás, élvezzétek a nyarat, tényleg annyira jó, tehát tök meleg van, szakad rólad a víz, de tehát ez a nyár, ez tök jó, és akkor így, aki teheti, vízpart, vagy napozzom, vagy csak hűsöljön az árnyékba, élvezze a nyarat. Én is megtenném, de valószínűleg ez a nyár, ez nem a nyaralásról fog szólni, meg valószínűleg még a következő sem. Sajnos. Tavaly voltunk 8 év után először nyaralni Görögországba. Egyébként vannak erről videók, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor kicsit keresetek visszafele. Azért olyan sok videó nincs, úgyhogy meg fogjátok találni könnyen. De jó, tehát harapni lehet a levegőt, de én ezt élvezem. Tehát inkább meleg legyen, dög meleg, mint hogy így szakadjon az eső, meg minden. Most ennek van itt az ideje. Na jó, köszi szépen a figyelmet, sziasztok! Csoda, és még ment a felvétel végig. Yeah!